elkezdtem gondolkozni, és elkezdtem fölírni egy papírra mindenféle könyveket, aztán meg azt játszottam, hogy ki kellett húzogatni, hogy 13 plusz 1 legyen. Hát nekem az első két nagy olvasmány élménye az Odüsszeia volt, még első gimnazista koromban, amikor ezt tanultuk, és nem is kellett volna elolvasni, én elolvastam, mégpedig azért, mert kificamítottam, megrándítottam a bokámat, és két hétig feküdtem. És akkor meghozták nekem, elkezdtem olvasni, és nem tudtam letenni. Hát egy 15 éves gyereknek mennyi élménye van a görög kultúráról, vagy mennyi tudása, hát szinte semmi. És azért imádtam az Odüsszeiát, mert annak ellenére, hogy keveset tudtam az akkori világról, annak ellenére megfogott, és nagyon szerettem. És nekem ez egy életre szóló tanulság, hogy nem biztos, hogy ismerni kell részletesen azt a világot, amiről a mű szól. Ha az jó, akkor behúz a maga világába, és akkor azt fogod szeretni. Sőt, tanulsz egy csomó mindent. A másik meg Steinbecknek, hogy így magyarosan mondjam, az Édentől keletre című regénye volt, ami nekem gimnazista koromban hatalmas élményem volt. Utána elolvastam az egész életművet az Egerek és emberektől, az Érik, a Gyümölcsök, minden. Mert én ilyen őrült vagyok, hogyha megszeretek egy írót, akkor annak lehetőleg minden művét elolvasom, ami elérhető. Azt nagyon szerettem. Szintén egy nagyon idegen világ, de egy olyan amerikai világ, amiben azért nem csak Amerika van benne, hanem a kínaiaktól kezdve az Ószövetségig sok minden. Ott is az fogott meg engem, hogy találok egy olyan regényvilágot, ami nagyon távol áll tőlem, és hogy mégis milyen jó. Aztán utána már a bölcsészkaron már ugye zúdították rám a millió. Én regényolvasó vagyok. A nagy regények közül én a legjobban talán a Háború és békét szerettem. Azt nem fogom tudni elfelejteni. Az meg egy akkora élmény, hogy tulajdonképpen sose tudod átlátni, sose tudod az egészet megérteni. Megint egy tök idegen világ, és miért jó? Nekem ez a mániám, hogy miért jó egy olyan regény, ami olyasmiről szól, amihez neked semmi közöd nincsen. Hát mi közöm nekem a 19. századi Oroszországhoz, meg a napóleoni háborúkhoz, meg a rossz arisztokráciához, és mégis. Na, hát szóval az Örök emberi, Szent Ágostonnak a vallomásai, az nekem egy alapmű volt, ott pedig azt, hogy mi az, amikor megpróbálsz a saját életedről vallomást tenni. Én sokat foglalkoztam vallomási irodalommal, és hát ez egy alapmű, tehát minden innen indul, európai kultúrának is, meg ennek a feszió kultúrának is az alapja. Flaubertnek az Érzelmek iskoláját, érdekes módon nem a Bovary-né, nekem fontosabb volt az Érzelmek iskolája. Pontosan ez a dezillúzió miatt. Hát ez egy nagy könyv. Ebből is látszik, hogy amit én keresek a művekben, az mindig az emberi viszonylatok, meg a sorsok, illetve az, hogy emberi kapcsolatrendszer hogyan jelenik meg egy művben. Na, hát ezek alapművek, amit nem tudok kihúzni 20. századból, az a Muzilnak a Tulajdonságok nélküli ember, nem a Törlesz. A Tulajdonságok nélküli emberrel meg az a vicc, hogy ugye nincs befejezve. És a végén szétesik, és tele van eszébetétekkel, és közben azért zajlik egy történet, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, és hogy miért tudok szeretni egy olyan művet, amit tulajdonképpen nincsen készen. És nincs befejezve, és nincs rendesen megcsinálva, azért valljuk be, hogy akkor az miért tud mégis nagyon jó lenni. Száz év magány azért, mert az meg megint egy olyan dél-amerikai világ, ami teljesen idegen a magyar kultúrától és irodalomtól. Szerintem nagyszerű a fordítás. Megint találtam egy olyan ellenpontot. Én alapvetően magyar regényeket olvasok folyamatosan egész héten, és akkor keresek ilyen ellenpontokat, amihez viszonyítani lehet mondjuk egy magyar regényt, főleg kortárs magyar regényt. És hát ez például egy hihetetlen viszonyítási pont. És azért is nagyon érdekes, mert hogy nagyon hamar bekerült a magyar kultúrába. Megjelent, és egy-két év múlva már Székács Vera lefordított, és meg volt magyarul. És a 70-es évek végétől ez része a magyar irodalomnak. Nagyon kevés olyan mű van, talán Hrabál, aki szinte magyar íróvá vált. Most ez nagyon ritka. Szerintem García Márquez magyar íróvá vált. A magyar irodalom kritikai hivatkozásokban is ott van a 80-es évek elejétől kezdve. És a Mishimának az Egy maszk vallomásait, mert az is egy ellenpont. Nagyon sokat foglalkoztam Nádas Péterrel. A Nádasnak nagyon fontos könyve volt a Mishima, tőle hallottam először róla. Az meg az egész európai vallomási irodalomnak a fordítottja. Kritikája, kifordítása. Megint egy idegen világ, japán világ. Magyarok közül borzasztó nehéz szelektálni, mert akkor százat kéne mondani.
Az egyik, amit nem tudok kihagyni, az a Kosztolányinak az Esti Kornélja. Jobban szeretem, mint bármelyik regényét, és ezt én regénynek tekintem, mint Lengyel Péter, tehát szerintem ez egy regény. Az egy alapkönyv. Természetesen Ottliknak az Iskola a határon. Ja. Ezt olyan alapon választottam ki, hogy mi az a magyar könyv, amit legalább kétszer vagy háromszor olvastam. Az Iskola a határon, azt háromszor biztosan olvastam, rendesen, különböző életkorokban, mint minden hülye katonaságnál először, aztán utána már az egyetem után, és néhány éve is újra olvastam. Úgyhogy ez az alapkönyv, alapviszonyítási pont. Ádastól azért egyet illik mondani, akkor ha egyet kell, akkor az Emlékiratok könyve, ami rám nagyon nagy hatással volt, sokat foglalkoztam is vele, azt is kétszer olvastam. Mindenki azt kérdezné, hogy és akkor Eszterházi. Eszterházitól a kedvenc regényem az a Függő. Az egész életműből a legjobban azt szeretem, a legközelebb áll hozzám, az egy hihetetlen, jól megkomponált, az első betűtől az utolsóig tökéletes műnek tartom. Annak ellenére, hogy ez az életmű ugye éppen azzal játszik, hogy nem tökéletes, meg elcsavargunk erre-arra. Itt ez egy olyan mű, ami szerintem biztos, hogy megmarad az életműből, akárhonnan nézik. Akkor nem lehet kihagyni a Sorstalanságot. A Sorstalanságot én viszonylag későn olvastam, de hát már jóval a Nobel-díj előtt, Nobel-díj után újra olvastam, hogy valami tényleg olyan jó-e. Hát az egy remek mű. Azt bármikor újra lehet olvasni, és bárkinek lehet ajánlani, ráadásul Vékony is, tehát még egy egyetemistának is, egy nem irodalmárnak is. Ha magyar irodalomból egy könyvet kéne ajánlani olyannak, aki abszolút nem ismeri, nyugodtan lehet ajánlani, és nem csak a Nobel-díj miatt. Hadd mondjak egy utolsót, vagy kettőt. A kortárs világirodalomból most az utóbbi évekből mondhatnék sok mindent a Bolánytól kezdve, de egy dolgot mondok csak, ez a magyarul Knausgårdnak mondjuk a Knőzgó, ugye, harcom sorozata, az engem nagyon megfogott. Én ezt tulajdonképpen szórakozásból olvasom, mert magyar irodalomról írok, és ezt a könyvet kezembe vettem, elkezdtem olvasni, nem tudtam letenni. Egy ilyen idősebb kori kedvencem keletkezett a világirodalomból, amit most tavaly újra elolvastam, és meglepően zseniálisan jó, ez pedig a Moby Dick. A Melville-től, amit olvastam korábban, de olyan nagyon nem volt rám hatással. Hogy lehet az, hogy egy regény jó és megfog téged, mikor a bálna vadászatról szól, és kergetjük a nagy fehér bálnát, és hát ez kit érdekel, ugye? Hogy lehet az, hogy egy ilyen dolog is jól működik? És újraolvastam, annak nagyon sok olyan kiadása van, ami nem a teljes művet tartalmazza, tehát a magyar kiadásokban meg van húzva. Rengeteg rész ki van belőle véve, én ezt megtudtam, megszereztem azt a kiadást, ami teljes, tehát nem akármelyiket kell olvasni. A legfontosabb részeket kihagyták belőle, amikor 70-es, 80-as években kiadták. Van teljes kiadás is, azt meg kell keresni, és azt kell elolvasni, mert aki nem a teljeset olvassa, sok ilyen könyv van a Robinsontól kezdve nem tudom mi, hogy meghúzogatták, és nem a teljes mű van magyarul. Hát a teljes mű az letaglózó. Tényleg. Úgyhogy Moby Dick.